Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Tisztelettel köszöntöm stúdió vendégünket, Izsák Norbertet, állandó szakértőnket, Szigeti Jenő tanárurat, és az európai vallásosságról beszélgetünk. Milyen az európai vallásosság látképe? Milyen betegségekkel küzd? Hát szerintem szokták mondani divatos most ez az értékválság. Én inkább azt mondanám, hogy a kereszténység vagy a hit tekintetében ilyen kreativitás válságot élünk meg, ahogy többen szokták mondani. Nem dőlt el az a kérdés, hogy vajon azok, akik hívőnek tekintik magukat, szeretnének visszamenni abba az ideálisnak vélt újszövetségi korba, ahol minden stabilnak tűnik, és megnézni azt, hogy Isten hogyan szólt hozzánk 2000 évvel ezelőtt, vagy ugye van egy kicsit mondjuk úgy, hogy a progresszívebb vonal, amelyik azt mondja, hogy most így a 21. században ki kellene találnunk, hogy a konkrét helyzetben, a konkrét körülmények között vajon hogyan szólít meg minket a Szentlélek, és mit lehet kezdeni ebben a világban. Én ebből nagyon keveset látok, és azt hiszem, hogy ez egy kreativitás válság okozta értékválság is. Ha az északi ország részek, Észak-Európát nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott igencsak a kereszténység üres templomokkal találkozik. Vajon miért, Jenő? Hát ennek egy nagyon érdekes oka van szerintem, nem tudom, hogy mit szóltok hozzá. Az intézményességnek és a hitnek a dialektikus feszültsége. Mert én úgy szoktam mondani, hitnek és a vallásnak a dialektikus feszültsége. A hit az egy egzisztenciális dolog, hogy én és az Isten személyesen kapcsolatban vagyok. A vallás az pedig egy históriai, szociológiai valóság, hogy én ezt megélem valahogy a társadalomban. Most a társadalom gyorsan változik, és lényegében ugye a kereszténységnek az volt az alapvető erénye végig 2000 éven keresztül, hogy mindig választ keresett a mai ember mai problémáira a régi ige alapján. Most valahol ez az identitásválság vagy ötletszegénység, ami a kereszténységben van, ott van, hogy kevesen vannak azok, akik azt csinálják, hogy a mai ember mai kérdésére mai választ találjanak, de a régi igéből. Igen, ezt kiegészíthetem esetleg azzal, vagy nem tudom, mit szóltok igen ahhoz a felvetéshez, hogy így az intézményesült vagy tradicionális vallásosságnak vannak válaszai, csak éppen nem azokra a kérdésekre válaszolnak, amik ma foglalkoztatják az embereket, és akkor vannak azok, akiknek meg nagyon sok kérdése van, de még egyelőre nem találtak választ. És valahogy a kettő szintézisbe kellene hozni talán. Pontosan ez a süket-sógor párbeszéd, de a Kodály éneket lehetne mondani. És ezért szoktam mondani, teológusoknak mindig mondom, hogy egy prédikációnak, a jó prédikáció két alapigéje van. Az egyik az a Bibliában van megírva, a másik abban a gyülekezetben, akihez szólok. Most, hogyha kettő vagy annak nem az embernek a lelkében. És annak a lelkében, akihez szólok. Na most, hogyha nem találkozik a mai ember mai kérdésével a prédikáció, akkor ez ilyen kegyes kánáni szózat lesz, olyan, mint az Ómagyar Mária síralom, ami gyönyörű, csak régen volt, és nem értjük. Jenő, ezzel azt is mondod esetleg, hogy nem követjük hűségesen Jézust abban, amikor ő mondjuk oda megy a vakember, és megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Pontosan. Hogy mintha ez a dialógus hiányozna, hogy az egyház nem abból indulna ki, hogy mi foglalkoztatja az embereket. Mit akarsz, hogy cselekedjen milyen veled? Milyen társadalmi szükség és igény van? Na de minden egyház beleesik egy dologba. Szóval egy egyház kiépít egy intézményt, aminek a igazi feladata a tradíció védelme. Tudnék, a tradíció az egy jó dolog, csak a tradicionalizmus rossz dolog. A tradíció az a régi emberek mai hitét, máig érő hite. Mert ebből élünk, nem? Hitből hitbe megy előre az evangélium. A tradicionalizmus, meg a mai ember nem találja meg a mai kérdésekre a választ, és visszamenekül a régi ember hitéhez. És a régi válaszokhoz. És a régi válaszokhoz, esetben. És a régi válaszokat fetisizálja. Uh-huh. Olyan lesz, mint egy fetis, amire felnézünk, és azt mondjuk, hogy ez igen, mert hogyha én ezt megcsinálom akkor, ha azt megcsinálom akkor vagyok akkor hívő, és közben az életemben. És ez vezet a fundamentalizmushoz. Ez a fundamentalizmus. Uh-huh.
Hadd kérdezzem azt, Norbert, hogy van-e különbség katolikus és protestáns egyházak vallásossága között ma Európában? Tehát mondhatjuk-e, hogy az egyik fejlődik, a másik nem? Mondhatjuk-e, hogy mind a kettő válságban van? Szóval hogyan tudjuk diagnosztizálni akár a protestánst, akár a katolikust, ugyanazokkal a kihívásokkal, ugyanazokkal a problémákkal küzd mind a két irányzat, felekezet? Nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem, és azt hiszem, hogy mindegyikben protestáns oldalon és katolikus oldalon is megvan ez a szomszédkertje, mindig zöldebb effektus. Tehát azt hiszem, hogy protestánsok irigylik azt Rómától, hogy látszólag van egy erős centrum. Ha azonban katolikus testvérekkel beszélget az ember, ez nagyon látszólagos centrum. Tehát Ferenc pápa kap hideget és meleget, tehát szép lehet, de okos nem. Vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal kritizálja. Ez általában így van a pápaságnál. Ha valaki nagyon liberálisnak... Mi ezt a protestánsoknál megszoktuk, hiszen Luthertől ez egy örökség, hogy erősen kritizálunk és protestálunk, mindig kell protestálni. Ettől vagyunk jobb, nyakas protestánsok. Ez igaz, viszont talán de ez egy új, új szempont a katolikusoknál. Valószínűleg igen, de hát már a 60-as évektől kezdve, akik a második vatikáni zsinatot túl liberálisnak, vagy túl elhajlónak, engedékenynek találták, megalakították a saját tradicionalista köreiket. Egy ilyen katolikus ellenzéket? Igen, vissza a kisebbségben vannak? Zsinathoz. Azt gondolom, hogy igen. De hát, hogy most az 1 milliárd, vagy mennyi katolikus közül, hol van többség, hol van kisebbség, ez nagyon nehéz szerintem, még maguknak, a katolikusoknak is megítélni. Ugyanilyen tradicionista körök vannak a protestantizmusban, és újra lehet látni, hogy ugyanígy. Bár ott egy ilyen erős centrum, talán azt gondolom, hogy a protestáns egyházak autonóbbnak tűnnek ebből a szempontból. De az az érdekes, hogyha egy ilyen kis közösség kialakul, akkor mindig kell bele egy pápa. Tehát ez a kis közösségeknek a nagy-nagy tragédiája. Vagy egy vezető. Én a vezetőt mondtam pápának, aki megmondja a tutit, hogy pestiesen mondja, jön mindig. Tehát itt van a másik oldala ennek. Tehát tudom én, katolikusban is le lehetne játszani, volt egy Bulányi, a Bulányi volt a tuti. Az ellenzék. A Bulányi mozgalom a Bulányi nélkül nincsen. Mert ugye nem arról volt szó, hogy most itt összeállnak közös gondolkodás emberek, és abszolút demokratikusan elintézik a dolgokat. Mm. Nem így működik ott sem. Bulányi mozgalomról beszélhetünk most Bulányi halála után? Azt hiszem nem, én nem tudok róla. Van, tehát létezik van. Még. Létezik de már még. Nem olyan átütő erő, mint annak idején kezdetben, korábbiakban. Elesimult. Én azt hiszem, például egy szerzetes rend sokkal inkább egyénibb, mint ezek a mozgalmak. Egyéniben mit értesz? Hát azt jelenti, hogy például egy ferencest és egy jezsuitát azért nem lehet összekeverni. Ja. Jellegzetes. Uh-huh. Jellegzetes lelkiséget követnek. Nem tudom, szerintem a kihívások ugyanazok mind a két környezetben. Én azt csodálom mindig, hogy amikor éppen elkönyvelni a társadalom, hogy ilyen vagy olyan a katolikus egyház, történik valami, és kiderül, hogy mégsem olyan. Más is kap benne helyet. Senki nem számított Ferenc pápára, senki nem számított annak idején a Fokolára, vagy a Szent Egyed közösség felbukkanására, és hogy mindig képes, van annyi tartalék, hogy újra-újra ilyen búvópatak szerűen megújuljon, és hozzon valami frissességet. Más kérdés, hogy ezt lehet, hogy sokan nem vesszük észre éppen, mert nem arra van nyitva a szemünk. És mi van a protestánsokkal? Mi valahogy nem simulunk úgy bele a maga protestáns mi voltunkba, nem elégszünk meg. Szóval nálunk egy-egy ilyen megújulás inkább azt jelenti, hogy egy új egyház alapul meg, egy új felekezet. Uh-huh. Hogy látod? Azt hiszem, hogy tehát, hogyha a katolikus egyházat hajlamosak néhányan monolitikus tömbként látni, és mint egy prizmán megtörik rajta fénytörésszerűen, és nagyon-nagyon színes. A protestáns egyházaknál meg se szabad próbálni azt mondani, hogy itt
egy kalap alá vesszük, én nem tudom, az. Még azt is lehetne mondani, hogy az evangéliumi hívőket, vagy evangelikálokat, akkor a nagyon kálvinista reformátusokat, akkor a nagyon liberális amerikai luteránusokat mondjuk, akkor a karizmatikus kis gyülekezeteket. Tehát annyira színes, hogy borzasztó nehéz, azt hiszem, hogy valamilyen irányt megjelölni. Vagy mit gondolsz róla, Jenő? Ugyanígy gondolom. Pont. És olyan tovább? Itt lesz aztán egy kisimulás? Mert most úgy nézem, mint hogyha olyan kócos lenne a protestantizmusban minden, és aztán majd a jóisten fog egy fésült, és akkor megfésüli, vagy szóval merre tovább, mit lát a mai kutató, mit látsz, hiszen te sokat valamit? Foglalkozol ezzel a témával. Hozzáteltek valamit? Mikor nem volt így a világ történet, az kereszténység történetében? Csak a történetírók az úgy szépen kisimítják. Igen, van az a szép kép, hogy az egyház történet az olyan, az egyháznak a története, mint egy nagy fali szőnyeg, ami csodálatos, de azt az oldalát egyedül Isten látja. Mi a hátsó oldalát látjuk, csak ahol ilyen keszekusza fonatok és fonalak vannak, és mi azt gondoljuk, hogy ebből és ebből levonhatunk valamilyen következtetés, és nem biztos. Lehet, hogy el kell telnie néhány évtizednek, évszázadnak, évezrednek. Hogy mit hoz a jövő? Talán a protestánsok abban különböznek, a legalábbis itt Európában, és itt Közép-Európában, különösen a katolikusoktól, hogy van egy nagyobb hajlamunk a fundamentalizmusra, egy nagyon leegyszerűsítő világképre. Amikor a fundamentalizmus történetét tanulmányoztam, az mindig számomra ilyen megdöbbentő volt, hogy minden egyes adott történelmi korszakot apokalipszisként írtak le a kortársak, a legnagyobb igehirdetők, Jonathan Edwards-től kezdve George Whitefield-en át, én nem tudom, időnként még Billy Graham-ig is, bezárólag a 20. században. Minden évszázad egyfajta apokaliptikus értelmezésként az jelent utolsó meg, időnk. Ugye? Az 1500, az 1700, aztán a 2000, emlékszem, hogy 2000-ben is ez hát hogy ne, de ha azt veszük, hogy az amerikai polgárháború idején, vagy csak a függetlenségi háború idején olyan apokaliptikus terminusokban vitatkoztak egymással, hogy az angolok jönnek, az antikrisztus országa beköszönt, meg kell, hogy mondjam, és nem akarok aktuál politizálni, de az Egyesült Államokban mindegyes választások előtt ez most a döntő küzdelem. Most fog elválni a sötétség a világosságtól, és folyamatos feszültségben tartjuk a híveket, mert azt gondoljuk, hogy ez kell ahhoz, hogy mi igazi keresztények legyünk, ez a folytonos stressz. Nincs egy ilyen békés megnyugvás abban, hogy hát nem tudom, tesszük, amit tennünk kell, és akkor azért nem rajtunk múlik az hogy most a, nem tudom, az antikrisztus fog egy győzedelmeskedni, vagy nem. Nem ezen az, ez az egy én szavazatomon. Tehát van egy ilyen apokaliptikus búgópatak, amelyik fel-felbukkan bizonyos aktualitással, és ebben hisztek az emberek, és hisz a társadalom egy része. És egy dolog vízválasztó lesz, és fekete-fehér. És hogyha te nem úgy gondolkodsz abban az egy kérdésben, legyen az bármicsoda, nem tudom, engedélyeztessünk-e egy szívgyógyszert, most mondok valamit, igen, vagy hogy milyen formában lehet otthon tárolni fegyvereket, és lehet-e fel. Ha másképp gondolkodsz, akkor te az ördögnek az ügynöke vagy. És talán a katolikusok ezt egy picit jobban oldják meg. Én legalábbis így látom kívülről ezt a helyzetet. Mi protestánsok hajlamosak vagyunk leszűkíteni egy-egy apró pontra, és hitkérdésé tenni azt, hogy most kinek mobil telefonja van, vagy be van-e kapcsolva a stúdió beszélgetés során, vagy sem? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a protestáns szellemiségből fakad, vagy egyszerűen a tudatlanságból fakad? Vagy mind a kettő ez egyszerre? Nehéz, mind a kettő belejátszik, de van egy másik szempont is. A katolikus egyház azzal, hogy egyetemes, ezért úgy eloszlanak a feszültségek. A protestantizmus az nagyon sok ágú, és minden protestáns családnak megvannak a külön problémái. És igazából független, nincs egy közös szervezet, amely egyensúlyba tudná tartani. Mondok egy nagyon érdekes dolgot. Ugye, hogyha azt mondod, hogy magyar református egyház és amerikai református egyház, a között óriási különbség van. Egész, nem biztos, hogy ez hitvallási különbség, de mentalitásban óriási különbség van. Ezért van az, hogy újabban az egyháztörténetben, amit én is szeretnék művelni, rövid és eseménytelen életem során, az, hogy a
kereszténység történetét nem csak intézmény történetnek kell felfogni, és nem csak eszme történetnek kell felfogni, hanem mentalitás történetnek is. Tehát, hogy hogy éli meg a hitét mondjuk egy református Amerikába, és hogy éli meg egy hitét mondjuk egy erdélyi református, és hogy éli meg egy magyarországi református a hitét. Ezek között különbség van. Most a katolikus egyház az jobban tudja ezt az umbrellát, ezt az esernyőt tartani, és kitalált valamit a történelem során, ez a szerzetes rendek és lelkiségi mozgalmaknak a dolga. Szóval, ha összehasonlítod a katolikus... nagyon sok feszültséget le tud vezetni, pontosan, ugye? Összehasonlítod a katolikus lelkiségi mozgalmakat, akkor óriási különbség van, sokkal nagyobb különbség, mint a protestantizmus és katolikusizmus között, a katolikus egyházon belül. És talán a tradíciódról kezdtük el, meg a vallásosságról a beszélgetést, onnan indultunk, hogy ez előnye lehet a katolikus egyháznak, hogy van egy nagyobb figyelem arra, hogy mik a tradícióink, mit írtak az egyházatyák, mit mondtak az eleink, mit mondott a korábbi pápa, az azt megelőző pápa, és így tovább. Én emlékszem arra, hogy George... Tamás vélekedése az most rendkívül, hogy hogyan vélekedett annak idején Tamás, ez hogyan lehet a tamási gondolatot a mai egyházban foganatosítani? Akár, de a protestantizmusban, különösen az ébredési, lelkiségi jellegű protestantizmusban, hogyha gondolunk mondjuk George Whitefieldre, aki John Wesleyvel pont az üdvösség kérdésén, a predestináció kérdésén veszett össze, és így megkérdezték tőle, hogy hát akkor mióta vallja Calvin tanait, és megkérdezték, ki az a Calvin. Ő egy sort nem olvasott Calvintól, ő hitte azt, hogy mindent a jó Istentől kapott kinyilatkoztatás formájában. Tehát nálunk még akkor is bármilyen meggyőződésünk lehet, fontos az, hogy ezt én kaptam a jó Istentől, emiatt aztán lehetnek ilyen profétikus, ilyen-olyan elhajlások, mert hogy az nem szentírás, amit az egyházatyák megírtak, és az valahogy így degradáljuk, nem vesszük annyira figyelembe. Talán. Fundamentalizmus, egy kicsit térjünk oda-vissza. Fundamentalizmus, akkor értelmezhető Luther egyfajta fundamentalista megjelenésnek? Mondj erről többet, hogy gondolod? Tehát nagyon keményen aztán ugye életének a vége fele keményen ostorozza a katolikus egyházat, pápát, stb. Az egész lutheri dolog egy parasztlázadásba megy át. Nagyon sokan meghalnak. Lutert rosszra használják föl. Luther ebből próbál kifarolni, visszalépni. Szóval ha az egészet most nézzük, mint egy nagy izmust, mint egy nagy hullám, lehet, hogy egy pozitív fundamentalizmusként értelmezhető? Egyáltalán a fundamentalizmusnak van pozitív oldala? Nem, én azt hiszem, hogy Luther más volt. Luther életében nem akart elszakadni a római katolikus egyházhoz, és ha feltámadna Luther, és látna, hogy van lutheránus egyház, életében visszaugrana a Síriába. Lehet, hogy be sem menne, ugye? A Luther a zsinatba hitt abba, hogy ez, amit mond, az a mai, meg kell tisztítani az egyházat. Na, nem csak ő mondta ezt, a reformációt nem Luther találta ki. Luther előtt évszázadokkal beszéltek reformációról, lényegében már a konstanci zsinat és reformáció zsinatnak gyűlt össze. Bizony, igen. Tehát nem így volt, hanem ugye arról volt szó, hogy van a tradíciót őrző társaság, és Luthert kiközösíti ez a tradíciós társaság, és Luther éppen, hogy inkább, ha azt mondanám, Luther inkább liberális volt, mondjuk a tradicionalista katolikus nézethez képest. Ez biztos, hogy így van. Én azzal egészíteném talán ki, hogy Luther előtt... az egészen más. Az talán más, igen. Hogy Luther előtt senki nem gondolt a reformok során dogmatikai reformra. Mindenki arra gondolt, hogy az erkölcsi életet kellene megreformálni. A papok legyenek egy kicsit okosabbak, legyenek egy kicsit erkölcsösebbek, kicsit kevesebb hatalma legyen a pápának, kicsit kevesebbet szóljon bele a császár a különböző dolgokba, vagy a választófejedelmek, stb. De arra, hogy itt a hitünkkel lehet valami baj, senki nem gondolt. Senki. És azt hiszem ez egy fontos gondolat az egész reformációban, és talán ez tanulság így 501 évvel később a reformáció ünnepe után, hogy érdemes lenne megnézni nagyítóval a hitünket, hogy amit mi továbbhozunk,
ilyen-olyan tradícióként, akár annak a tradíciójaként, hogy nem figyelünk a saját tradícióinkra, mit lehet tanulni, mit lehet ebből megújulni? Mert azt hiszem, hogy így jöhetnek be olyan új hangsúlyok, amikre esetleg még Luther sem gondolt 1517-ig. Ez azért érdekes, mert azok a tradíciók, amikről elindultak protestáns egyházak, vajon még élnek a protestáns egyházakban? A Vető Lajos, annak idején még Viszkok Lajos néven, még valakor a 30-es években a doktori értekezését arról írta, a hit általi megigazolás az egyszerű evangélikus hívek gondolkodásában. Ez 34-ben meg is jelent Kecskeméten ez a könyvformájában. Az az érdekes, hogy végigkérdezi egész pontos szociológiai módszerekkel a gyülekezetek tagjait, és kiderül, hogy alig tudnak valamit arról, amire Luther elindult. Tehát és Vetőt megkérdezi, hogy egyszerűen evangélikusok, a mostani evangélikusok, vagyis luteránusok, a mostani luteránusok? Ez ennek a kérdésnek, amit mondtál, a másik oldal. Köszönöm. Fundamentalizmus. A kereszténységtől függetlenül beszélhetünk egyfajta fundamentalizmusról. Akár az iszlám fundamentalizmus, akár politikai fundamentalizmus. Van valamilyen hatása az európai kereszténységre a tőle függetlenül kialakult fundamentalizmusnak? Tehát van valamilyen hatása magára a keresztény gondolkodásra? Akár az iszlám fundamentalizmusnak, hogy fundamentalizmusra fundamentalizmussal válaszolunk? Biztos, hogy lehetnek kutyaszőrét a harapással. Hatások és ellenhatások. Én két oldalról közelíteném meg. Egyrészt az a szó, hogy fundamentalizmus, ez egy keresztény találmány. Aha. Ezt az 1910-es években egy baptista lelkipásztor az Egyesült Államokban alkotta meg, amiután megjelent egy könyvsorozat arról, hogy ezek a hitünk fundamentumai, fundamentals, akik ezeket vallják, azok fundamentalisták. Ez eleinte még egy pozitív szó volt, tehát akik ragaszkodnak... Mindenféleképpen teológia fundamentális. Igen. Ugye középkorban... Azóta használjuk ezt a szót, hogy fundamentalizmus, amit most már természetesen iszlám, radikálisokra, fundamentalistákra, egyebekre is szoktunk használni. Én azt gondolom inkább, a másik a szociológiai megközelítés talán, hogy amikor krízis van, az ember olyasmihez nyúl vissza, amit ismer, és ami biztonságérzetet ad neki. És ez az, amit én úgy kereteztem a beszélgetésünk elején, hogy kreativitás válság. Hogy olyan sok helyről látszik veszély fenyegetni, ami drága hitünket, ami drága hazánkat, a határainkat, nem tudom, egyszerű válaszokhoz térünk vissza. És az, hogy visszamenekülünk az egyszerű válaszokhoz, pont abban akadályoz meg, hogy nyitottá váljunk arra, hogy Uram, mit csináljak? Itt vannak ezek a új helyzetek, amik 20 éve nem voltak, 200 éve nem voltak. Olyan friss, új kijelentés kellene, mint 500 évvel ezelőtt volt Luthernek a kijelentése az akkori problémákra. Amely az egész világot meg tudta változtatni, igen. Át tudta alakítani, igen. Fel is tudta forgatni, igen. Bizonyos szempontból. Vagy Jézusnak 2000 évvel ezelőtt azokra az aktuális problémákra. Tehát Jézus Krisztus abban a korban és abban a konzervatív, fundamentalista, farizeusi világban azt lehet mondani, hogy egy dogmatikailag és minden szempontból egy forradalmár volt, egy posztmodern gondolkodó, aki megváltoztatta a gondolkodási kereteket, amiben az emberek éltek. Mi azt gondolom, hogy ott követjük el gyakran a hibát, hogy benne maradunk azokban a keretekben, amelyekben most éppen, amelyeket veszélyeztetni látunk. És az egyháztörténetben mindig voltak ilyen nagy krízisek. Ugye a legtöbb keresztény azt gondolta, hogy a római birodalom felbomlása az a világ vége. Utána már jön vissza az Úr Jézus, és akkor itt megszűnik földésé. Megjelenik az Antikrisztus. Igen. És egy másfajta gondolkodást eredményezett. Izsák Norbert, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm Szigeti a tanár úrnak a szakértést. Elköszönünk a kedves nézőktől, Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja Önöket, viszontlátásra!